Szász János új filméről beszélgetünk. A Hentes, a kurva és a félszemű. Azt én rögtön leszögezem, hogy ez egy remek cím, szerintem. Azt is hozzáteszem, hogy az az operatőri munka, amit Máté Tibor végez, azzal, hogy megérzékítse ezt a lucskos, ragadós, mocskos, abban nem vagyok egészen biztos, hogy 1925-ös, de mondjuk papír szerint 25-ös vidéki magyarországi állapotot, az is fantasztikus. Én itt befejeztem a jó dolgok felsorolását ezzel a filmmel kapcsolatban. Ezek a színészek szerintem baromi jók, ugyanis, és nem azért, mert nagyon bonyolult karaktereket játszanak el, hanem az ellenkezőjéért. Tehát ez csupa egybites figura. Csupa animális, és ha már az animálnál tartunk, én egy ideig nem akarok most vágóhidat látni többet. De nincsen egyébként ebben a vágóhidban, meg aztán a film végén Hegedűs D. Géza feldarabolásában valami túlzás? De, tehát, hogy itt komolyan lehet ezt venni egy pillanatig is? Vagy... Nem, én többször felkacagtam, némileg megbotránkoztatva a körülöttem ülőket. Szerintem ebben a filmben már megint minden annyira túlhajtott és ilyen túlhabzó, hogy tulajdonképpen nevetségessé válik egy idő után. De szerintem direkt van így, nem? De az direkt van, hogy bejönnek szereplők, és gyakorlatilag ugyanazt a két szavas párbeszédet megismétlik újra és újra és újra. Ad nekem a nőt, nem adom. Ad nekem, nem adom. De szerintem ez kifejezetten szép benne. Mármint, hogy van a szövegben, először engem is zavartak ezek az ismétlődések, de van a szövegben valami balladai. Hát úgy van megírva a szöveg, mint egy népballada, és ez keveredik ilyen furcsán ezzel a westernes világgal. Mit keresel itt? Már gazdagodtál. Tartozol nekem. Extra klasszis ez a nő. Aztán milyen ember ez a maga kudarkája? Ő itt a király. Miért készült ezzel, szerintetek? Mit akar a Szász mondani ezzel? Ugye nem azt, hogy és a végén ezek helyett, az egybites figurák helyett majd jön a profi, aki már nem ilyen kisüzemi módon, hanem már nem az lesz odaírva, hogy kudelka, Mészárszék, hanem az, hogy Arbeit macht frei, tehát, hogy ugye nem ez? Nem, hát szerintem arról van szó, az egész film így a szentek meg a profánnak a viszonyával játszik, és hogy igazából azt akarja bemutatni, hogy az Arbeit macht frei, az milyen mocsok előzte meg, ebben a filmben mindenki rossz ember. Igen. És hogy persze ennek egy egyenes következménye, ami majd utána történik a precíz német halálgyárral. Igen, tehát fölmenti, mert ha igen, akkor bizonyos értelemben föl van mentve a következmény. Miért lenne felmentve a következmény? Azért, mert hát hogyha olyan volt a helyzet, kicsiben, hogy magára hívta a fasizmust és a nagyipari öldöklést, hát akkor az, aki jött, az csak jókor volt jó helyen. Hát igen, de hát ez azért az egész, nem tudom, nyugati, civilizált világról mond el valamit, hogyha egy társadalomban minden szinten, de mondjuk a legapróbb részletekig rosszak az emberek, akkor nyilvánvaló, hogy na jó, ha nem is nyilvánvaló, de hogy ez következik belőle, az semmiképpen sem menti fel a következményeket. A gondolatmenettel elvontan egyetértek, ebben a filmben nem látom ezt az erőt, amivel ez ábrázolva lenne. Én sokszor azt éreztem, hogy itt túlságosan az arcomba van tolva újra és újra, nem csak a szöveg, tehát nem csak a dramaturgia, vagy a szöveg dramaturgiája, hanem a kép dramaturgia szintjén is, hogy aha, akkor itt a marhák vonulnak a mészárszékre. Igen, akkor ezek a férfiak meghágják a kurvát. Tehát, hogy értettem, köszönöm elsőre is, sőt, ez nagyon csúnya lesz, de én azt gondolom, hogy ez egy rövid film, ez egy novella témája. Ez nem egy kétórás mozifilmnek a témája, legalábbis ebben a formájában semmiképp. Adni lehetem egy éjszakára. 10 000.
100 000. Nyitnék egy zárójelet még Nagy Zsoltról. Na. Én őt egy rendkívül jó színésznek tartom, és annyira utálom, hogy minden filmrendezőnek ugyanaz jut róla az eszébe. Szóval, hogy ő nem lehet soha egy érzékeny karakter, tehát a filmekben mindig ezt a dúvadat kell, hogy eljátsza, és hogy szerintem nem, lehet mondani, hogy mit tudom én, alkatából ez következik, ugyanakkor szerintem sok minden más is következik. Hát egyrészt, másrészt pedig az, hogy itt a rendezők azt várnák, hogy az alkat játssza el a figurát, és ne a színész, az is túlzás. Grill Zorkának itt az volt a feladata, hogy gyönyörű legyen, hát gyönyörű volt, tényleg gyönyörű volt. Valóban róla se, nagyon ritkán gondolnak róla többet a rendezők, sajnos. Pedig kéne, róla is kéne többet gondolni, mert például itt az, ahogy libikókázik a két férfi között, azt például ki lehetett volna bontani, hogy mikor, miért gondolja úgy, hogy talán inkább ő mégis eladná magát az annyi pénzért, és mitől retten vissza, ugye ez egy érdekes dolog lehetett volna, nincs kibontva, ennyiben van hagyva. A Hegedűs D. Géza pedig, hát ugye nagyszerű színész, nem feltétlen látom egyébként azt a sürgető kényszert, amiért neki föl kellett hízni erre a vágósújra. Remek. Tudja ő ezt az erőt és nyomatékot hozni akkor is, ha 25-30 kilóval kevesebb, mint ahogy most is tudja. Igen, de mondjuk az ő karaktere szerintem jóval árnyaltabb volt, tehát hogy abban van valami finomság, ahogyan ezt a nőt elkezdi megszeretni. Igen. És az, tehát hogy mondjuk így a film elején egyértelműen a Nagy Zsolt Grillus Dorka párosnak drukkoltam, és a végére ezek a súlypontok így átkerültek. Vagyis hát nem, aztán már nem drukkoltam senkinek végül, mert annyira undorító volt mindenki. Igen, miközben nem szeretünk itt senkit. Tehát érted, a legfőjebb vizuálisan volt, gondolom én, nagyon hatásos és brutális, hogy a Hegedűs D. Gézát földarabolják. Én abból nem láttam egy centit se, de azt se láttam speciál, amikor agyonvágják az állatokat. Mert becsuktad a szemed? Hát bejjél. Ja? Aha. Én végignéztem. Igen, én is. És szerintem ezek nagyon szép képek voltak a filmben. Érdekesek. Hát jó, hát ritkán látjuk Hegedűs D. Gézát feldarabolva, de igazad van, de azért érdekesnek nem mondanám.